Az erdély fejedelemség utolsó hat évtizedében összesen hat fejedelem váltotta egymás változó ütemben, és bár közülük Rédei Ferenc alig két hónapos fejedelemsége idején nem bocsátott ki saját fizetőeszközt, a többi öt fejedelem képmása jól ismert saját vereteikről. Első Rákóczi György fejedelemsége alatt csak uralkodásának utolsó négy évében veretett tallérokat, ennek ellenére számos változatot ismerünk belőlük. Nagybányai tallérjain a konvencionális derékképpen liliomos végű jogartat, még baját szabjája markolatán nyugtatja. Profilképén hosszú, lelógó szakálat, és nagy bajuszt visel fején dús, prémszegélyű, tolforgos, nagyméretű textés üveget hord. Ez a portré nagyon hasonló ahhoz a hitelesnek tartható, egykorú olajfestményhez, amelyen a fejedelem szembefordul vál, sárga bőrcsizmát, sötét dolmányt és mentét visel. Arcának jegyei megegyeznek az éremképen lévővel, mint ahogy a fején viselt nagyméretű süveg is. A festményhez hasonló előkép alapján dolgozhatott az a nyugati metsző, aki ovális melképformátumban örökítette meg részmetszetén a fejedelmet. Rákóczi 1647-es és 48-as tallérjai követik éremképükkel az első változatot, egyedül az 1646-os talléron eltérő a képmása. Itt visszatér a Betlen talírjairól átvett laposabb kalpak viselete, valamint a szakál is hegyesebb kialakítású. Második Rákóczi György csak abban különböznek elődjétől, hogy a keskenyebb arcon markásabban hajlik előre a szakál íve. Ábrázolásai közül az ez, egy 1659. évi részmetszeten tűnik fel hasonló profilképe, amelyet valószínűleg már a tallériai alapján készített a metsző. Barcsa Jákos talérjai közül csak egy változaton, az 1659-es Kolozsvári Verdében készült darabon szerepel a képmása. Ezen viszont szakít az addigi hagyományjal, és nem páncélban, hanem egyszerű gomsoros dolmányban jelenik meg. Fedetlen fején oldalt felnyírt és felül hagyó frizurát visel. Egyetlen egykorú meccet ábrázolásán nem így látjuk, azon második Rákóczi György meccet portréját másolva a konvencionális páncélban és süvegben szerepel, míg későbbi ábrázolásain a tallérképét másolták. Kemény János 1661-ben vert talérjának portréja szinte teljesen követi második Rákóczi György talérképeit, az egyénítés minimális vonásai sem fedezhetők fel rajta. Pedig az ő arcképét ismerjük a legkvalitásosabb 17. századi fejdelemportréról, amelyet egy erdélyi százfestő készíthetett 1661-ben. Annak ellenére, hogy apafimiáj hosszú uralkodása alatt hét erdélyi pénzverdében számtalan talérvariációja született, éremportré elég a korábbi hagyományokat követik, a vésnökök leginkább a páncél díszítésének kialakításában tértek el egymástól, és vittek egyéni invenciót a képmásokba. Apafinak két lovas képét is ismerjük az 1660-as évek közepéről. Az egyiket fedetlen fővel szemben látjuk lovon ülő alakját, míg a másikon oldalról ábrázolták ágaskodó lován. Ez utóbbi, sematikusabb ábrázoláson a süveges fej kialakítása nagyon hasonló az érmeken lévőhöz, míg Cornelius Meissens 1666-os ovális portrémetszete pedig minden bizonyal az érmeket előképül használva született meg.